Luffy lengedez az új bölcsöde kerítésén Madocsán, futóbiciklik is várják kisgazdáikat az udvaron, akár csak ez a piros pöttyös labda és talicska. Sorban érkeznek a kicsik szüleikkel a bölcsöde avatóra, ezek az apróságok már örömmel homokoznak is az új udvaron. Mondhatnám, hogy történelmi pillanathoz értünk, hogy egy mini bölcsödével gyarapodott településünk, Madocsa község önkormányzata, és a lakosok örömére. Az ünnepélyes átadón Süli János, a térség országgyűlési képviselője és Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke együtt vágták át a szalagot a polgármesterrel. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatán elnyert több mint 102 millió forintos beruházásból megvalósult mini bölcsöde 7 kisgyermek elhelyezésére nyújt lehetőséget Madocsán. Egyelőre úgy látjuk, hogy ez a település önök kielégíti mindenféle igényen a lakosok részéről. Egyelőre hétfő az meg is lesz, csak ugye folyamatosan a beszoktatások történnek. Egyelőre két gyermek tud itt az intézménybe napját eltölteni kellemesen. A helyiek számára új munkalehetőséget is teremtett a beruházás a nevelőnők és a Dajka alkalmazásával. A korszerű gyermekbarát intézmény a 21. századi igényeknek megfelelően lett kialakítva. A kormánycsaládpolitika az egyik leglényegesebb pontja az elmúlt időszak fejlesztésének a magyar falu programok keretén belül is. Madocsán a Csillagvirág mini bölcsöde új épülete a háromcsoportos óvoda mellé épült. Egy kerítés választja el a két intézményt egymástól.